Köszöntöm a kedves nézőket, önök legújabb híradónkat látják. Az EU által támogatott IPA határon átnyúló pályázaton a közös törekvések a turizmusért elnevezésű projektumot Kiskunmajsa város önkormányzatával közösen valósítja meg Topolya. A jövőbeni autókemping kiépítésének második fázisa zárult le, kiépült a beléptető, azaz a recepció és a toalett, vizet vezettek oda és áramot is. A recepció épülete mellé megépítettek egy a helyi termékek népszerűsítésére és eladására alkalmas kisebb üzlethelyiséget is. A komplexum a Topolya kapuja nevet kapta egyelőre nem hivatalosan, és a jövőben a belső úthálózat és a bungalók, valamint egy sportpálya kiépítése is tervben van. Szintén a projektum keretében 14 tájékoztató táblát helyeztek ki a tóparti sétányon, amelyek a környék állat és növényvilágát mutatják be, és ugyanennyi turisztikai tábla kihelyezését tervezik a város területén is. Képletesen szólva is megnyitották Topolya kapuját, ami valójában újabb lehetőséget nyit meg a turizmus az idegenforgalom fejlesztése irányában. Igen, gyakorlatilag a mai nappal megnyitottnak tekinthetjük ezt az épület együttest, ami tulajdonképpen a második fázisa a majdani topolyai autós kempingnek, és ami egy IPA határon átnyúló, mondjuk Szerbia-Magyarország határon átnyúló program keretein belül megvalósuló projektnek, a közös törekvések a turizmusért elnevezésű projektnek keretein belül épült fel, melyben Topolya község önkormányzatának Kiskunmajsa város önkormányzata volt a partnere. Ez a projekt gyakorlatilag 3 évig tartott, a tervezett 2-höz képest. A egyéves hosszabbításnak több oka is volt. Egyrészt az induláskor adottak nehézségek, időközben a pályázat beadása és a döntéshozatal között újabb engedélyek kiadására volt szükség, mert változtak a törvények, illetve az árak is emelkedtek, a szükséges forrásokat, hiányzó forrásokat elő kellett teremteni, majd ezt követően még ehhez csatlakozott a pandémia, a COVID-19-es pandémia, tehát az aktivitások egy részét csak részben tudtuk megvalósítani, ami a csoportos összejöveteleket illeti, illetve hát azokat is csak nagy nehézség árán, mert hogy nem voltak lehetőségek arra, hogy csoportos összejöveteleket tartsunk. Szatmári Adrián Topolya község polgármestere a megnyitón elmondta, hogy ahonnan korábban is hangsúlyozta, az idegenforgalom fejlesztése kiemelt kategória az önkormányzat számára. A topolyai tópartnak a fejlődése, komolyabb fejlődése 2017-ben indult meg, amikor a topolyai tavat természetvédelmi övezetté nyilvánítottuk, és azóta folyamatosak a beruházásokat a topolyai tóparton és annak környékén. Ez a határon átnyúló IPA projektum, amit sikerült megvalósítanunk közösen Kiskunmajsa város önkormányzatával, a Topolya kapujának, azaz a topolyai autós kempingnek a második fázisát foglalja magába, és a topolyai autós kempingnek a közművesítését tudtuk valójában megvalósítani. A projektumnak az értéke 239.700 euró, és én úgy gondolom, hogy a topolyai községnek, a topolyai önkormányzatnak az egyik legfontosabb stratégiai szempontja az az, hogy fejlesztje az idegenforgalmat a topolyai községben. A topolyai tópart egy nagyon jelentős és egy látogatott idegenforgalmi helyszín. Amint említettem, ismert már vajdasági, tehát Vajdaságban, de már Szerbiában is. Úgy gondoljuk, hogy az autós kemping egy lehetőséget nyújt majd számunkra olyan irányba, hogy minél több külföldi látogatót vendégelhessünk meg Topolya községben. A fejlesztések folyamatosak nem csak Topolyán, hanem a falvakban is. A Bácskaszatmárfalvi rekreációs központban folyamatban van egy újabb medencének a kiépítése, ami a napokban kell, hogy befejeződjön, de folyamatosak a fejlesztések a Pacséri fürdőben is. Én úgy gondolom, hogy a turizmust, vagy hát az idegenforgalmi fejlesztések mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a környezetvédelemre is. Olyan környezetvédelmi beruházások vannak most folyamatban Topolyán, amelyek nagyon fontosak az itt élő emberek számára. Épül a szennyvíz tisztító rendszer, valamint a kanalizációs hálózatot is folyamatosan fejlesztjük és bővítsük.
Itt ezen a mostani helyszínen mi kell még ahhoz, hogy valójában ugye most a megnyitó után az első kempingezők is beköltözhessenek? További fejlesztéseket fogunk eszközölni az autós kemping vonatkozásában. A második fázis befejeződött, a harmadik fázis pedig magába öleli a belső úthálózatnak a kiépítését, valamint egy sportpályának a kiépítését is. A negyedik fázisban pedig 6 darab bungalónak a kiépítését szeretnénk megvalósítani. Mindezeket a beruházásokat támogatási forrásokból szeretnénk megvalósítani. Itt gondolok elsősorban vajdasági, valamint köztársasági forrásokra. A meglátása szerint körülbelül akkor hány évet vesz még igénybe, hogy valóban lehessen itt kempingezni? Az idejében sajnos a vírus helyzete való tekintettel a kemping nem fogja tudni megnyitni kapuit a látogatók előtt, de én úgy gondolom, hogy a következő évben már meg fogjuk tudni nyitni az autós kempinget, és minden olyan látogatót, aki szereti a szabad idejét a sátorban, vagy pedig lakókocsiban tölteni, azoknak a rendelkezésére tudjuk majd bocsátani az autós kempinget. Az idegenforgalom fejlesztésének hatalmas lépéseként fogható fel tehát a második fázis lezárása, az ezzel kapcsolatos sajtóeseményen a helyi kézműves termékek készítői is bemutatkoztak, organikus termelésből származó bioborokat, szürkemarhából és háztáji tenyésztésű sertésből készült finomságokat, mézet és méhészeti termékeket is kínáltak. Organikus termelésből származó borral érkezett ide Móricz Árpád tiszteletes, tehát nézzük a részleteket, hogy hogyan készülnek ezek a borok. Hát legnagyobb odafigyeléssel és minden adalék nélkül készítjük ezeket a borokat, de ott kezdődik már, hogy a szőlőskertben is a zöldművelésnél nem alkalmazunk semmit, ami természetellenes volna, vagyis azt jelenti, hogy kíméletesen bánunk már a szőlőtőkével is, és akkor nem terheljük túl a szőlőtőkéket, egy kiló körüli termést engedünk meg, illetve nem használunk műtrágyát, rovarirtót, gyomirtót, ezeket mind nem használunk, illetve fölszívódó permetszert sem használunk, és akkor ezzel ápoljuk és őrizzük, és ez a természetes eljárás eredményezi azt, hogy akkor a bor is teljesen természetes lesz, adalékmentes, és aztán a pince eljárásokban is ugyanez történik, hogy akkor nincs semmiféle hozzáadás, még ként is éppen mérjük, és minimális szinten, amit éppen muszáj. És mekkora a kereslet az ilyen termékek iránt? Hát azt kell mondjuk, hogy tehát az export cikként látjuk a jövőjét ennek a mi borunknak is, mert a világnak a bor piacán, az ilyen bio termék, és azon belül is azt kell mondjuk, ez a natur bor kategória, ez keresett, megvan a piaca, tehát a legrangosabb éttermek keresik, illetve olyan kereskedők, akik már valóban borértő közönséghez juttatják el a borokat, és akkor tulajdonképpen nyitott ajtók vannak ez a minőségi bor előtt. Topolya kapujának a megnyitóján beszélgetünk egy organikus termelővel, Truzsinszki Szabolcsal, aki nem mellesleg arról is ismert itt Szerbiában, hogy a legnagyobb szürkemarha tenyésztőnek számít, és elhozta ide a termékeit is. Hát igen, köszönöm a meghívást, és nagyon szívesen teszek. Kiállítottam itt, és elhoztam a termékeinket. Hát ami azt illeti, én nem csak mind egyéni kiállító vagyok, hanem mind a Szürkemarha Tenyésztők Egyesülete Szerbia színében vagyok itt, meg a másik az pedig az organikus termeléknek az egyesülete, vagyis egy zadruga megnyitásával kapcsolatban. Én is tagja vagyok ennek a szerbiai vajdasági organikus termelőknek az egyesületével, és összefogunk nagyon sok termelőt, aki organikus termelő, a másik oldalon pedig az őshonos állatok és az őshonos növény termelőknek a színébe sok erőt befektettünk abba, hogy összehozzuk őket. Ön az a termelő, azt hiszem, akinek valójában már több éves, ha nem több évtizedes tapasztalatai vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ebből az organikus termelésből meg is élni? Hát szóval azért ennyi év után azért azt tudom mondani, ha van egy olyan kérdés, hogy
foglalkozzon-e valaki organikus termeléssel, akkor azt tudom mondani, hogy igen, foglalkozzon organikus termeléssel, de ne a profit legyen a motiváló, hanem elhivatottság. Akkor van eredmény, és akkor van kibontakozás, de nem rövid távon, hanem ez hosszú távon, hosszú távra kell így elkezdeni, és akkor egy hosszú távon lesz majd eredménye neki. Szerbiában az idei első negyedév jobb volt a vártnál, az előzetes eredmények alapján 1,2%-os a GDP növekedés. A szerb gazdaság jól tűrte a Covid-krízist, és az előzetes értékelések alapján az első negyedévben a bruttó hazai termék növekedése 1,2%, ami jobb a vártnál, ezt Sebastian Souza a Belgrádban tartott üzleti fórumon is megerősítette. A Nemzetközi Valuta Alap szerbiai képviselője kiemelte, hogy Szerbia GDP-je 2020-ban összesen mintegy 1%-ot esett vissza, ami az egyik legalacsonyabb visszaesés európai szinten, illetve a régió országaihoz képest ez a legkisebb visszaesést jelenti. Szerbiában az első negyedév jobb a vártnál, a Nemzetközi Valuta Alap pedig 5-ről 6%-ra módosította az éves becslését is. A Mara Amatőr Társulat Mornár Ferenc Üvegcipő című játékát mutatta be a közelmúltban, mely a 20. század elején játszódik. A fordulatos előadást Cenkovics Gabriella, az Újvidéki Színház színésze rendezte, aki Topolya szülöttje. A bemutatót követően a május 9-i reprízre is gyorsan elfogytak a jegyek, de május 30-án, azaz vasárnap 19 órától a Mara Amatőr Színház ismét előadja Topolyán Molnár Ferenc darabját. A járványügyi előírások miatt csak korlátozott számban tud nézőket fogadni a színházterem, ezért érdemes mielőbb helyeket foglalni, ezt megtehetik személyesen a művelődési házban, vagy a 713-515-ös telefonszámon keresztül. A topolyai TSC labdarúgói az 5. helyen fejezték be a bajnokságot a Szuperligában. Palágyi Szabolcs, a TSC vezérigazgatója sikeresnek minősítette a nehézségek ellenére az idényt. A labdarúgók most pihenőn vannak, de hamarosan kezdődnek az edzések. Idén Szlovéniába utaznak az előkészületek során. A bajnokság a Szuperligában július közepén kezdődik majd. És azt tudom mondani, hogy a december közepén, ahogy befejeztük a bajnokság őszi részét, itt a 8. hely elérése, az valahogy reális volt, mindazt figyelembe véve, ami történt körülöttünk. Hát sajnos elveszítettük Szabó Zoltánt, aki felállította ezt a csapatot, aki hozta a játékosokat, aki a játékrendszert felállította, és ő neki a pótlása következett utána, télen, amikor hát nyugodtan mondhatom, hogy nehéz döntés előtt voltunk, mert nem tudtuk, vagy nem tudtunk olyan személyiséget találni, aki beillene ebbe a topolyai képbe, a topolyai labdarúgás képébe, és akkor a végén valójában Mladen Krstajić lett az, aki én azt mondom, hogy idevaló, aki ebbe a képbe beleillik, akinek van egy nagyon jó játékos múltja, egy német bajnokságban hosszú éveken keresztül játszott, német kupa győztes volt, német bajnok volt a csapatával. Tehát egy olyan személyiség, aki profi, aki valójában az edzői karrierje elején áll még, ami a klubcsapatokban a munkát illeti, de azokkal a segítőkkel, akiket hozott ide, én azt mondom, hogy tényleg egy nagyon jó húzást csináltunk, hogy ide igazoltuk, megmutatta mérkőzéseken is, hogy a bajnokság tavaszi részében, hogy a csapat az érti azt, amit ő kért tőlük. Persze a végén sikerült az 5. helyet elérni, de ezzel elégedettek vagyunk, mert hogyha megnézzük, hogy a konkurensek, akik Európába kijutottak, itt gondolok a 3. és 4. helyezett csapatokra, a Csukaricskire és a Vojvodinára,
ezek olyan csapatok, akik folyamatosan jó eredményt produkáltak, és ez a jó eredmény, ez a táblázaton azért megmutatkozott, tehát őnáluk nem volt olyan, hogy mint ami történt nálunk, és hogy három mérkőzést egymás után elveszítettünk, tehát elégedettek vagyunk az ötödik helyen, ez én azt mondom, hogy egy nagy tapasztalat számunkra, és kettő bajnokságot lejátszva a Szuperligába nyugodtan tudom azt mondani, hogy igenis minden évben nekünk ki kell tűzni azt a célt, hogy Európát elérjük azt a harmadik vagy negyedik helyet, mert ennek a csapatnak, ennek a klubnak én úgy látom, hogy mindene megvan, hogy oda tudjon jutni, és akkor még érdekesebbé tegyük a klubunk körüli történéseket, mert azért az Európa Kupa szereplés, azt őszintén megmondva, az tényleg az, ami valójában mindenki számára egy nagy dolog, és azt mindig is, erre mindig fogunk emlékezni. Péntekre Viradóra egy hideg front kezdi éreztetni hatását, napközben a napos gomoly felhős időben helyenként egy-egy zápor is kialakulhat, és többfelé megerősödik az északi-északnyugati szél. Hajnalban 8 és 14, napközben 18 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk. Szombaton is még szórványosan kialakulhatnak záporok vagy zivatarok, a csúcshőmérséklet 16 és 22 fok között alakul. Kedves nézőink, Önök legújabb híradónkat látták, nem maradt más hátra, mint hogy valamennyi munkatársam nevében megköszönjem az Önök megtisztelő figyelmét, további jó tévézést kívánunk Önöknek!